Utoljára öltöny, nyakkendő, mióta szabad ember vagyok? Most először, egyébként pedig utoljára az esküvőben volt. 2013. július 19-én a Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézet beszélő helyiségében voltam utoljára öltönybe, de ez nem az az öltöny, ez egy új öltöny. Gondoltam, hogy az alkalomhoz illik egy új öltöny. Óvodában játszottunk olyat, hogy Bibi, neked piros az autóm, Bibi, az én apukám milyen erős, Bibi, az én bátyám meg tud verni. Én meg azt mondom, hogy Bibi, megjelent a könyvem igazság címen. Damu Roland már közel 2 hónapja szabad ember. Húsvét hétfőn hajnalban sétált ki kacifántos történetével a tököli börtön kapuján, ahol a szabadságon kívül egy szerető feleség várta. Május 28-án minket pedig ők ketten és a könyvük, amelynek csak így egyszerűen az igazság címet adta, utalva a börtönbe kerülésének körülményeire. A pódium beszélgetésen elosztott meg pár részletet a színész. 2011 áprilisában Palácsi Tímeát embercsempészet visszatért, 2 évre próbára bocsátották, és tulajdonképpen ennek a következménye az, hogy én börtönbe kerültem. Igen, jól hallották, ennek a következménye. Egy picit hadd avassam be önöket, amiről soha nem szólt a fámot. Az a bírónő, dr. Szabó Noémi, azért mondom a nevét, mert egy show műsorban szerepel, és vállalta a nevét. Az a bírónő, aki engem elítélt első fokon 6 évre, úgy, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, az a bírónő egy hétfői napon mérte rám ezt az ítéletet, szerdán már nem volt bírónő. Jól hallották, 2 nap múlva nem volt bírónő. A bíróságnak jog szerint 30 napja van arra, hogy leírja az ítéletet. Nem tudom, hogy írta le az ítéletet, ha 2 nap múlva már nem volt bírói státuszban. Köszönöm, a csönd az mindent megold. A nemi erőszakért elítélt Damu szerint az az igazság, hogy Palácsik Tímeával egy vad búcsúszex után az utolsó találkozásuk egyszerűen verekedésbe fulladt, de csak 2 pofont osztott ki neki. Ő végül is elismeri, hogy megpofozta a Palácsik Tímeát. Ezért a pofonért önnek mennyi büntetés járt volna? Azért gondolom, hogy ezért nem járt volna nekem semmi, mert abban az esetben megállt volna a jogos önvédelem. Tehát, hogyha valaki tökönrúgnak le akarják ütni a pálinkás üveggel, tehát ha egy nő úgy viselkedik, mint egy férfi, és nem úgy, hogy most a 10 kilométerrel nekem jön, mert akkor meg tudom fogni a kezét, vagy beleragad a hajamba, mondjuk az nekem nincs, de amikor még volt, hogy beleragad a hajamba, és elkezd ráncigálni, ezt az ember ki tudja védeni. De amelyik férfit rúgták tököm, és tényleg úgy, hogy a 2 gojszli érintkezik egymással, olyan fájdalommal jár, hölgyeim és uram, hogy letérdel az ember. És amikor lát egy elvakult szemű, eltorzult ábrázatú nőt, aki le akar jönni a pálinkás üveggel, akkor bizony én ezt láttam megoldásnak, hogy jó-e vagy sem, döntsék el önök. Bízom benne, hogyha legközelebb ilyen előfordulna velem, akkor már másképp reagálnék erre. Hogyan? Hogyan reagál? Bízom benne, hogy elfutnék. A könyv borítóján a cím mellett Damu Roland neve szerepel, de a kötetet nem ő, hanem a felesége írta. És írja majd, mert lesz második rész is, de most meséljék el ők a nyomdába kerülés előtti folyamatot. A Damu Roland az az én nevem, ugye az az arcnak ad egy nevet, amit lehet látni, az igazság. Ez a kettő összefügg, tehát Damu Roland az igazság. Viszont a könyv szerzője a feleségem. Ez abból az okból született meg bennünk, ez az ötlet, hogy én ugye inkább a szavak embere vagyok, tehát én 22 évig színházban játszottam. Sokkal jobban tud beszélni ő a szavak embere. Én meg inkább mindig ez az irodalmi rész, az írás, tehát ahogy ő is fogalmazott, elkezdte a mondatokat, és hát, no, így, és akkor fejemet fogtam, hogy ez így nem lesz jó. Akkor meséld el, hogy mi hogy történt, amúgy is egy házasságban azért jó, ha tudja az ember, hogy milyen gyerekkora volt a férjének, vice versa, ugye, mind a 2 ember. A feleségem volt a fő alkotó, de ugye nekem az alapanyagot le kellett írni hozzá. Tehát ahhoz, hogy a feleségem meg le tudja írni mondjuk a második könyvben, hogy a büntetés végrehajtási intézetek milyen állapotban vannak Magyarországon, akkor nekem erre konkrét példát kellett írni, hogy milyen a Venyigében, milyen Tiszalökön, milyen a Tököli börtön, hogy élnek a fogvatartottak, mert ugye ő erről nem tudott semmit. Egy folyamat volt. Tehát ugye mi minden nap 3 éven keresztül minden nap levelet írtunk egymásnak, Roland is, én is, kivéve ugye az ünnepnapok, hétvégék. Ezek olyan 8-10 oldalas levelek, ha hétvég, akkor 20-24 oldal kézírott levél, A4-es.
és ebben mindent megosztottunk, tehát beszélgettünk egymással. Csak éppen nem szóban, egymás mellett ülve, hanem levélben, írásban. Elmesélte a gyerekkorát, hogyan lett színész, mindent én is kérdeztem tőle, ami érdekelt engem, hiszen én is meg akartam őt ismerni. Telefonon ugyanúgy nem volt lehetőség az adott percek miatt, és így szívtam magamba a kis információkat. Damu Roland nem fél, nem aggódik, hogy bárki belekötne a könyve tartalmába, mert azt mondja, 6 tonna bizonyítéka és 40 embere van maga mellett.